Üdvözlöm a kedves nézőket! Mai játékunk... Jelküldi Champions reklámozzuk. Most jó, oké. Okay. A Hogwarts Legacy. És folytatjuk, ugyebár Jack Duff sírjának a felfedezését. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy a nagy portrékkal találkoztunk. Úgyhogy amondó vagyok, vágjunk is bele. Bejövünk a nagy portréhoz. Nyilván itt több nagy portré van, konkrétan négy. A négy talán Oxfordi tanárigazgatók. Ő Percival Rackham. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganarch were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? Képesség az ősi mágia. Ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Nagyon titokzatos egy kicsit a térkép. Hát a térkép csarnokban lévő öreg, Rackham professzor, Rackham. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Szóval kell neki a hely. Az ősi mágiával való köteléket feloldott számodra az adottságokat, plusz egy, bűbályos fokozatod növelésével minden alkalommal egy adottságot kapsz. A megszerzett adottságpontjaid minden túl útmutató adottságok menüjében használhatod fel. Az ötödik szintű adottságpontokat plusz egy kaptál, azaz... Ha az ötödik szinten is kaptunk egyet, akkor az a negyedik szint utántól jár mindig egy. Azért van 12 pontunk, ezt a bal felső sarokban láthatjátok. Ezen belátásod szerint felhasználtad a varázsod növelésére, ezzel erősítve a támadó erődet, a lopakodás képességet és sok minden mást. Jól fontod meg, mit választasz, egyet adottságpont csak egy alkalommal használhatsz fel, ilyen megszerezhető adottságok száma is korlátozott. Rendszeresen vett szemügyre, hogy milyen újabb és újabb erősebb adottságok érhetőek el. Nice, szóval ugyebár... Úgy van ez megalkotva, ugyebár negyedik szinttől kapjuk a pontokat, és nem tudom, hogy hány szintig fejlődhetünk, de ugyebár alapverzióban van 10, 20, 36, 40, 48 ilyenünk, az azt jelenti, hogy 52-es szintig kéne eljutnunk, de azt hiszem 25-ös szintnél vagy 30-asnál van korlátozva a játék. Nem akarok hülyeséget mondani, majd meglátjuk. Hogy ez meg is lett. Varázslatok. Sötét varázslatok. Alapvarázslatok. Lopakodás. Akkor rakunk rájuk. Ja. De hogy bizonyos szintől nyitnak ki. Ellenség észlelési képesség.
Kiabrándítás közben is lehet kiábrándító bűbáj. Na hát ez már előny, akkor ide két pontot rakunk. Egy... 200 év vissza lehet állítani. Kettő. Ez meg további csökkentés, ez pedig... Perfektikus Total 26 hatókört bocsájt ki, mely hatású lehet a közeli ellenségekre. Meglátjuk. Akkor itt még vannak. Eldurulsz füzet sebezhetetlené tesz, ráadásul lövedékeket visszaküldi az ellenségre. Minden eldobott kéne kafogó káposztából egy másik káposzta és megint ingyenesen. Hát bármi és akármi. Bár láthatatlanál főzet kell neki, hogy hosszabb hatású legyen meg ilyenek, akkor az sem alaptalan bónuszok. Ó, hát itt van miből mazsolázni. Új varázskészlet hozzáadása. Görgölj, válts már feladott varázskészletek között. Az nem rossz szerintem. Aha, az ellenség fegyverét ragadja meg. És hajítja. Főzzet többet ér. Ugye már a Heat Potion. Igen. Meg három, így három stacket lehet beállítani. Majd ugyebár négyet. Ez a maximumja. És akkor különböző varázskombókat össze tudunk rakni, ez jól jön a jövőbe szerintem. Jó, szerintem ez a gyors teleportáció, ez jól jöhet. Protegóval való sikeres védekezés megnövelődőse megy a mérődet, Protegóval tökéletes védekezés extrém megnövelő mérősávot. Ez jó, mert kelleni fog. Ő meg... Alapvarállat töltődés idő csökken. Revelio hatótáv növelés. Még jobb a gyógyító főzet. Hosszabb ideig való kábítás. Ez se rossz, de nem még elgondolkodunk. Azaz, ha kisztánolunk egy kivéthetetlen támadást, amit ugyebár itt is a piros jelzés van, amit mondtam az előző részekből, hogy ugye bármikor meghaltuk, hogy ez ki kéne kerülni ezek szerint. Lehet, hogy írta a játék korábban amúgy, de én nem figyeltem rá. Oké, ez két duplán támad vissza, ha Protegóval védesz. Mert ha az alap mágia használat a levegőben lévő ellenfélnek adat fölemelet, stb. Akkor nő. Ez is, meg ez is jó dolog, de akkor már elvinne 4 pontot. Hát de végül is hozzá is adhatjuk ezt a kettőt, mert ezek csak jól jönnek, mert az ősi mágián gyűlik, annál jobb, többször fogjuk tudni használni a X-es támadást. Itt meg majd, igen, ez robbanást ad, ha protégózunk, ha jól sikerül, ez meg közvetlen találati sebzést ad. Jó, sötét varázslatokban mi van? Csupor átokszerű hatással lesz az ellenségre, az árkakkal sújtott teljesen nagyobb sebzést szenvednek. De ott a feje fölött meg izé volt. Nem a sárga, nem piros, jó? Átkozott célpont megszerzés, az összes átkozott célpontot sebzi. Azaz, ha valaki átkozott lesz, akkor mindenki más is kap. Kapitulátusz átokszerű hatása lesz, és nagyobb sebzést szenvednek. Itt ez a kettő, ami még érdemes hirtelen. Így meg, hogy tovább marad az ellenségen az átok. Hát, fene tudja, 16-os szintet kér, azon vagyunk, de ugyebár szintileg jóval vissza vagyunk. Akkor itt. A pirulnéció megidézhet, hogy lánggyűrű szabadít fel körülötted, ez egész jó. Az invitó célpontjának közelében lévő ellenségeket is magadhoz húzhatod. Ez lehet rossz is. Viszont ez meg jó. Erre is, meg erre is tolhatunk egyet. Itt adott csen, és maradt 4 pontunk.
ez itt. Tovább csökkenti az ellenség észlelési részét. Ugye már egész közel van hozzá, és ott lebukik, de az már tényleg nagyon közel van. Ja, hát a lopakodásra még annyira nem megyünk rá, azt lehet kelleni fogunk. Igen, kapfogó káposzta, meg a Edurus főzet. Az Edurus főzet ugye már az, amelyik, ha jól tudom, a kőbört adja. Megnyithatjuk, bár még nem használtuk, szóval lehet itt az idő elkezdeni. Ugyebár cupor, átok, több mindenkit sebez. Ez flippendó kéne. Itt ez, hát az invító alatt mást is a közeledbe húz alatt nem biztos, hogy annyira jó, mert oké, hogy ott a Roxfordban vagány, de lehetséges, hogy mondjuk olyan enemiknél, amikből jobb, ha kevesen vannak a környezetedben, hogy egyszer egyre tudjál koncentrálni. Na jó, akkor nem biztos, hogy jó, ha a közeledben vannak ennyien. Jó, hagyjuk el a térképcsarnokot, tartja a mondás. Flaggolás közben 5 talentpont kiadva, azt mondja. Nem erre kéne elmennünk, lehet. Nem itt fönt? Igen, és hova lyukadunk ki vajon? Azt nem mondta, hogy a szükség szobájába. I found the pages and the map chamber. Why would I need megvan a lap és a térképcsarnok, minek kell a könyv, kérdezi a karakterünk. Revelionra itt nagyon nincs semmi, de ott benn meg nem néztünk körbe, ez meg itt egy gyors utazási pont. Az hát. És ő pofázik ott. Azaz, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy milyen kényelmetlen volt az utazás, mielőtt feltalálta ő a hopport, a hopp utazást. Viszont akkor a falunál is lent valószínűleg egy ilyen szobor dumált. És akkor hol jövünk ki? Szépen följövünk. Rebellion. Egy ládika. Jó, neked nem kéne látni, hogy kinyitottunk második szintet ki. Szerintem nem. Hát akkor erre már elhasználhatjuk a képességünket kapásból. Adottságok, hol is volt? Itt? Így vagy lentről fölfele megyünk, akkor téged hozzáadunk. De... hát fene tudja, hogy ennek van értelme. De az, hogy többet töltünk vissza, ennek van értelme. Ennek, hogy gyorsabban töltenek vissza a varázslatok, ennek is van értelme. És bár hamarosan úgyis szintet lépünk, úgyhogy majd még jönnek a pontok. Csak hát mindenhol itt a 22-es szint van megjelölve, ha jól látom. Ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy 22 szint fölé nem mehetünk. De valamiért úgy emlékszem, hogy a teljes szintet nem tudjuk kikérni. Mint opció, az a 48-at. Jó. És akkor itt a 2-es sor. Ahova be tudunk rakni más varázslatokat. Olyanunk van. Nincs is ennyi varázslatunk, amennyit használhatnánk. Hogy majd módosítjuk, ahogy szerezzük meg fel ezeket. Mert a tiltott varázslatok sem lesznek annyira rosszak. Lutatus Lumos, meg láthatatlanná tevés, lebegtetés, meg a gyere ide. Jó. Ezt görgővel lehet változtatni. Most elbújtunk. Hát, de így is észrevesz. Elvettük tőle a dolgokat. Aludja. Jó itt. Úgy. Más itt nincs, akkor mehetünk is ki. Amúgy hova? Hol vagyunk?
Mert itt most nyitottunk ki egy helyet, de... Szóval... A hoppontok most nem elérhetőek, aha. Nice. 150 lap van a minden tudóból itt Roxfordban, annak a 1/3-a sincs még meg. A Sammy Flash szobor, az kíváncsi leszek, mi akar lenni. A csillagászati emelvény is kimaradt nekünk most. Fussunk föled erre. Oké. Okay. Hogy kerültünk vissza Roxfordba? I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself okay. with till he returns with the book. És most hol vagyunk? Oké, a nyughely megvan. Itt egy láda. Barna gőte szemüveg megvan. Igen, ehhez nem férünk még hozzá, és az ott egy... Dékap. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Okay, ide kulcsot kell hozni. Ami nagy eséllyel lehet, hogy egy ilyen bezárt valamiben van, és azt nem mondta, hogy ezek a békák azok a kamuflás szobrok. Akkor ezekkel még azért nem találkoztunk. De nem baj. Kedves Roxford, mely részén vagyunk? Az ott gyors út is elfele. Úgyhogy ott megy. Te meg onnan. Gyere csak ide! Hadd lássunk meg normálisan. Gyere ide! Úgy. Oké, ez meg itt van. Le kell csapnunk. Észre csapjuk le, mikor olyan helyen van. Kb. Így. Meg is van a következő házérménk. Nagyon nice, mentsünk egyet, mert Murphy sose alszik. És azért azt ajánlott mentenünk. Mert most már ez felhőbe is fölmegy. Une házérme. Összes házhoz tartozó egyedi érme. Küldetések terén az első megbízás, használjuk a fókuszfőzetet, Maxima Edurus főzet használni egyszerre, depúzoljár érte, most jön a repülés, akkor szeretjük meg a seprűt, ezt most csináltunk egyet, Arthur kincses térképét kihagytuk, hát meg ugyebár az éjszaka kell kimenni a szerelmesekhez. Jó, hát akkor most harcolnunk kell majd, ahol használnunk kell ezt. Nek van még itt nyűg hangja, vagy csak a nyugodt? Ez itt érdekesen más színű, olyan, mintha vizes lenne, de szerintem csak valami fény akar lenni. Ne tudja. Majd kiderül. Ó, ez is zárva. És sárkány. És itt van még egy ilyen kulcsos csomó. Az alvó sárkány szobor. A Roxford mottoja Draco Dorminest non quam titilandus. Ahogy az alvó sárkány soha ne ébreszt fel. Szerencsére ez a bizonyos alvó sárkány kőből van, és soha nem fog felébredni. Nyugodtan piszkálhatod. Kivéve, ha megküldjük ezével. Igen, te hova repülsz? Mesélj, mutasd magad. Elmész arra, oké. Okay. Más hirtelen nincs. Itt van. És az meg odaszállt. Jó. A hamu urna. Az a bizonyos urna az óbeszéd szerint egy korona következő feliratot viselte, a sárkány szelidítés úttörője. Nem kellett volna kikezdeni a magyar mennydörgővel. Lesz-e neked magyarok ismét csak? Mindjárt szintet lépünk. Ötbe ezt is kinyitjuk. Ha és amennyiben a kulcs abban az irányban mocorog, ahogy kell. Sikerült.
Jó, ez is megvan. Érdekes, hogy egyből kettő is itt volt a közelben. Ezek a szobrok nagyon korrektek. Ez nem rejt semmit. Ez akart egy ökölpacsit adni. Inkább nem adott. Ezzel nem tudom mi van. Oké. Te hova repülsz? Mert most úgy látom nagyon ránk szálltak a házérme gyűjtögető ravaszdi kulcsos megoldások. Valószínűleg ez még följebb ment. Ott is van. Lá-lá-lá, nagyon örül magának, hogy ott van mindig az adott zárjánál. Na, mikor hogy? Más irányba mozdulja. Ott csat. Között is a karakterünk, hogy yes! Nagyon igeneztünk. Ő veri a dobot. A ritmus érzekkel megáldott. Cool. Ott van egy merengő, gondolom, ami tippem alapján adott egy merengő. Ott bent. És akkor hova kéne mennünk? Küldetésünk adja magát, hogy... Fókusz főzet, maximum edurusz. Oké. Okay. Felszerelés. Nem ez kell, de amúgy mennyi helyünk van, majdnem tele vagyunk, akkor el is gyorsulhatunk egyébként Roxmortsba. Itt is van még öt darab láda, amit nem találtunk, nem nyitottunk ki. Minden tudó labból a felénél járunk majdnem, az is csak majdnem, mert nem a tartunk ott. És szemiflász szoborból sincs meg egy se. Viszont akkor ide mehetünk. Éppen átportuljuk magunkat oda. És akkor térképen megcsiribábulva ide megyünk. Az ez a bolt, jó? Azért vicces, hogy ilyen sok lap van még itt. Kellett kérni. Meg is van. Egy. Akkor ezt kell a Pippin bájítta a boltja, jól gondoltam. Oké. Okay. Sok mindenben segíthetsz, mint például adjál lapokat. Ha lapot nem, akkor tudást. Akkor kell nekünk egy fókuszfőzet, egy maximum és egy edurusz. Nézzük, mink van meg. Na nézzük. Fókuszfőzet recept. Mindörgő. Láthatatlan áthívő és maxima, oké. Okay. Akkor harci eszközök, fókuszfőzet. A wise decision. Thank you. Edurus, az vágott egy fejet. Már elfelejtettem, mi volt a harmadik. I hope to see you again. Farewell for now. De mindjárt megnézzük. Edurus maxima. Aha, akkor erő maximalizáló is kell. Az ez. A wise decision. Thank you. Mindenképpen örülj neki. Farewell for now. Közben akkor, hogy ne legyünk pónik, nem neki adjuk el a tárgyakat, hanem másnak. Még hozzá. Itt vagyunk, és akkor arany tallárról álló divatba begyorsulunk. Ez ebben az irányba van. Cica. Kötelező simi. Csak hogy jó legyen.
Wow. Ezek a nyávogások nagyon viccesek. Jó, közben nézegetünk ezerrel, hogy látunk-e meg lapocskákat valahol. Biztos, hogy vannak, illetve általunk nem elért helyeken is vannak valószínűleg. Ahova nem tudunk bemenni, és még nem csiribábultunk, ugyebár ezeket a zárt ajtókat mondom. Azok között biztos, hogy van olyan. Megjöttünk a varázsló divatba. Nem váltogatunk jelenleg, megnézzük első körben, miből élünk. Hát mindenünk gyengébb, mint a mostani. Vesztyű is gyengébb. Rál is gyengébb, akkor szerintem mindent is eladhatunk. De erősebb. Szeszélyes varálló kalap, rendkívül. Oké. Bár kicsit csajosnak tűnik, le tudjuk szerencsére kapcsolni magunkon, úgyhogy kihasználhatjuk azt a részét, hogy erős valami, de nem a dizájnjára nagyunk. Ugye a dizájnt egyedileg személyre szabhatjuk, mint itt a Witcher után datos karakterünkkel. Aki bár viselt tallárt, nem látszik. Egy hátra való azonosítatlan tárgy hibátlan. Vidd el a szükség szobájába, hogy felfedd a tulajdonságait. Mi a krumpli? Találtunk a rejtett tárgyat, szellem tárgyat. Oké, hát azt nem tudjuk eladni, de az, hogy pizsamába rohangászunk, az vicces. Hát, most van egy tonna manink, vagy 1900, feladjuk a többit. Gyengébb, 200, 90, 200, ugyebár ezek 200-akat érnek. Elvileg az utolsó tételt nem adjuk el, ami azonosítatlan, ami amúgy 90-et érne. A Voldemortos kendős sapkát az első részből eladjuk. De miért is ne? És akkor nézzel. No. És akkor nálad van-e valami, ami jobb, mint a mostani? Úgy látom, egyik se, és nagyon beszélgetni se akar velünk, külön küldetést adjon. Milyen adottság? Ja, szintet léptünk, jó. Gyűjtemények. Találtunk a dolgokat, mint például a hamúrna, illetve gondolom a sárkány lesz a másik. Oké. Okay. Ez sem nicemice. És hát akkor most harcolnunk kéne. És kihasználni a dolgokat. Ha ide hátra bejövünk, itt mi van? Például egy táska, amiben van 33 money. És itt nem látok mást. Az interakcióra itt meg ki lehet próbálni a próbadivatot a bábukon. Mikkel megint csak nem kedvünk semmit jelenleg, mert annyira minket nem érdekel. Én meg ott nyomatja a csiribábulást. Hogy adjuk el eme helyet. Igen, használjuk és szerezzük be. Maximus Edirus főzet. Abot nyomva tartva jönnek be a dolgok. Edirus főzet. Maxima. És ennek is megvan akkor a receptje. És a fókusz. 1-1-2. Akkor egy darab Edirus főzetünk volt, most csináltunk az utcán, de mármint a tanórán, de amúgy nem baj. Mandragóra. A kutya bengés a galócában feloldásra kerül a mandragóra magja. Vásárolj meg a láthatatlan tévő főzet receptjét Pipin boltjából. És a mennydörgő főzetet szintén Pipintől. Ezt a kettőt venni kell, ezt küldi adja, ezeket küldi adta. Azon kívül itt meg lehet szórakozni Griff, egyébként a Szerencse Potion, meg a Seprűvel. A Seprűt majd a repülés óránk fogja megadni. Úgyhogy mi most itt vagyunk. Világtérképre váltunk át.
Igen, itt vagyunk fönt. És ez itt. Első Roxfield. Ja, mondó vagyok egyébként, hogy errefele, fölfele el tudunk rohangászni, mint például Roxmort, vagy keletre. Oda. Az ott felső Roxfield. A Roxforthoz található legközelebbi falu az iskola tiszteletre, ahol a lakók is jártak. Igen, ez volt a felső Roxfield, a másik alsó Roxfield. Ami meg ugye bár itt van alsó, felső, de akkor te ki vagy, akit még közelebb vagy. Aranshire. Kis falu, amely már ideje pókfertőzéssel küzd. Hoppá, hoppá. Az sem egy rossz úti cél. Lezúzzuk a porkicákat. Na de fussunk el akkor ebbe az irányba. Azért is futunk, mert a térképet akarjuk felfedezni, miközben a lapokat begyűjtjük, és ha nem állunk meg, beesünk a vízbe, mert csak futok. Előre, mint a szatopek. Arra már nem figyelek, hogy hol vagyok. Te még zárva vagy? Zárva, hát. Első hármas szintű védelemmel. Jó, közben megy le a nap. Ja, hogy este van, oké. Okay. Ugye ez itt egy út akar lenni, kis ösvény. Oké. Okay. Na, arra fele bunyó van. Akkor védelem, plusz minden, 20-20-15, köszi. Egy. Kettő. Három. Pusztuljatok. Kapták, haltak. Akkor bájítalóra kell nekünk. Akkor sikerült is egybe ezt megoldani. Ami szerintem fantasztikus. Ez meg egy rohadt nagy tankszerű járgány. Mentünk egyet. Na nézzük kontrollerről. Oké. Vissza. Bár itt vagyunk. Korszörmét begyűjtjük. Kíváncsi vagyok, milyen lesz. Meg kell szokni a karos irányítást. Ugyebár... Még egy korszörme. Az a tűz itt. Nézzük csak meg az irányítárban, mi a Revelio. Ez... Célzás balra vasz. Varázskészet hosszan jobbra vasz, kicsivel az a varázslat, az többit azt a rövid ravasz meglúzás és ABYX-szel. Varázskészlet a jobbra vasz és a jobbra-balra nyíl. Ősi mágia RB, protegó és tupor, hosszan meg röviden, kitérés, ugrás, interakció, revelio balra. És lefele van a gyógyítás, az irány tűföl röviden, hosszan meg amúgy. Utás meg a bal analóg lenyomás. Itt van-e bármi, nem pittyent semmi. Igen, itt ősi mágia nyomokat látunk. Nézzük, mi van itt. Lehet, hogy ide még nem kellett volna eljutnunk. Már... Ezen itt nem jutunk szerintem át.
Oké. Az meg elvégbe ott van. Ez kell. Ezzel futunk. Ez. Ez a map, igen. Oda tartunk amúgy. Oké. És akkor ez miért jó nekem, hogy ezt tudtuk aktiválni, fene tudja. Nem látok különbséget, hogy mi változott, azon kívül, hogy ott látunk egy csomó mindent megjelenítve. Vagy valahogy be kéne oda jutnunk. Vagy... valaminek történnie kellett volna, ami még nem történt. Ide le. Ebbe. Tehát úgy látom, hogy ide nem tudunk jutni, futva sem, mert itt automatán lecsúszunk. Mindegy, ezeket itt begyűjtjük. Ezt is, bátyolkásokat. Az ott mi a krumpli? Mi az az tűz itt? Tudja, de ezeket be tudjuk gyűjteni, szép gyorsan. Jó dolgok egyik, hogy mi ezeket ilyen gyorsan be tudjuk gyűjteni. Na, haladjunk oda, ahova tartunk. De lehet, hogy gyorsan le fogom rakni a kontrollert, mert ezt az elejétől kellett volna elkezdenünk. Na, hát ez itt egy árus, kérlek szépen. Te ki vagy? Leopold Babcock. Honnan tudjuk egyből a nevüket amúgy? Hello. Do you have anything for sale? That I do. Hogy ne lennének? Magam fajta diák eltévedt, igaz? Got yourself lost, did you? Ki kellett mozdulnom a kastélyból. Need a little rest from classes. Can't stay in the castle all the time. No, of course not. Never meant to imply otherwise. Csak a tejtek a kellős közepe van. A wanderer myself, in fact. Ő vándorló. Name's Leopold Babcock. Árostással foglalkozik. Szerintem bájítalos. For someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. Köszi, erőnyerő főzet. A place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Oké, akkor mutasd, mit van. Csak hogy nice-nice legyen. Árul holdkövet. Szasával könnyű szerelni, májva leveleket. Oké. Bármilyen helye méretű cserébe termeszthető és amúgy a remegretekből is lehet vásárolni a májva magokat. Baszorkány füllevél, ezek a káposzták, edirusz főzet, mandragórát lehet nála venni, maximát, százért a erőnyerő főzeteket, illetve van nála mérges csápfű, ami nálunk is van. Itt vegyünk ebből hármat. Úgy. És továbbra is csak ezt tudom eladni, az alapanyagjaimból nem tudok eladni, úgyhogy... az csak jó, viszont már itt 9 őzetünk is van. Megérte körbenézni, közben keresztül kasó megyünk mindenen. Revelion. Revelion nem nagyon fed föl mást. Itt van egy begyűjthető fátyolkás. Több alapanyag. Roxmart föld kelet hop helyszín, és van is itt egy NPC is, Perdict Strings. És ott van egy ilyen idő. Na te ki vagy? Kell neki egy kis segítség, mi a baja? Meg hogy szobor előtt akar velünk beszélgetni. Látta egy zordót, a halál előjelét. Ó, de jó. Harry Potter is kapott olyat. I'll be all right, won't I? Nincs biztonságban, de ha nem látja a lord, ő se lát. Ennek egy láthatatlan tévő potion.
Hibás a logikát, baze. The Grim, if you saw one, is an omen. Omens don't attack you. So I doubt an invisibility potion will do you much good. I can see you don't believe me. Fine. A vérünk a lőkedéhez fog tapadni. Elég, ez most szeplős, mevörös vagy koszos. Fiatalok nem kedvesek. Szerintem csak simán le akarsz csorni tőlem egy ilyet. Egy potiont, amim nincs. De esetleg itt benn bármit gyűjthető, semmi. Valamint annak sincs értelme, hogy itt vagy amúgy. Ezek most tűntek el, meg jönnek vissza, meg tűnnek el. Még egy cica, azonnal simi nekem el fekete. Ugye, mert ő hozza a legnagyobb szerencsét. Akkor arrafele harc van. Melyik volt a védekelés? Y? Megnézzük, mert hát, ha nincs eszed, legyen noteszed, de a notesz itt most a leírás. Protego Y, Y-nal védekelünk, jó. Védés és stupor viszont hosszan. Aha, szóval akkor még billentyűzetről lesz csak. Röviden kell megnyomni, addig itt a kontrolleren ez már hosszan. Ugyebár elviekben minden igaz egy az egybe másolja a konzolos irányítást ilyenkor, főleg, hogy Xbox karral nyomjuk. Most. Hát nézzük meg, mire megyünk, ha itt kijutunk. Okay. Azt mondja, arrafele ellenfél van és sekkenők. Jó, hát akkor kaptok egy... ilyet. Meg egy ilyet. Meg ilyet. És kapsz ilyet. Gyere csak ide. Kapod hasz. Ennyi. Pókok legyőzve. Nem, nincs legyőzve. Így már megint más a helyzet. Csípőkarom begyűjtve, közben reggel lett. Nem. Egész tűrhetően kivédtük, hát nagyon gyengék voltunk még, nem kellett volna megsérülnünk sem ennyit se. Hát van ez így. Nem baj, errefele van még enemi, ahogy látom. Ott. És azok inkább emberek. Nem is emberek, gnómok, lojalista harcosok. Pusztulj már meg, hát... Jó, kaptad hartát. Hosszan kell nyomni, mindig elfelejtem. Kapja. Üff. Kapod hasz. Hiába nyomtam az Y-t. Kapod hasz, nekem így is jó. Te is hasz, te is hasz. Jó, ha megtanuljuk itt az irányítást, ha minden igaz. Begyújtjuk a korcsszörméket, ahogy kell. Ezt meggyújtjuk, hogy kicsit égjünk. Ezt is begyújtjuk. Billentyűzet egérről egyébként egy kicsit szerintem jobban kézre áll a harc az irányítás miatt. Mivel nem az automata irányítékot használod olyankor, hanem magad irányítasz mindent. Na, nem akarsz itt megkapaszkodni, hogy felmász. Hiába ugrálok? Na, csak megteszi, azt át is kutattuk onnan. Viszont akkor ezek a masinák, ezek szerint ilyen bányászgépszerűségek, és ezek az övékék. És itt már sétál is civil, hogy felszabadítottuk ezt a helyet. Ami nice-mice. Viszont... LB nyomva tart. Kelljen nekünk mondjuk vissza a kaffogó káposzta.
Így. Egyszer, hogy látom, három lehet kint belőle. És ez így adott. Ugyebár sokkal egyszerűbb a karaktert csak így alapból irányítani, de a harcot egyelőre jobban érzékelem egérrel, mert jobb a kijelölése. Jó, Merlin próba. Menjünk oda. Éppen mutatja a dolgokat, lenyomva a kontroller bal analógiát, egyből van futásunk. Akkor mitszel legyen. Ezt itt begyűjtjük. Itt van egy kis ösvény fölfele, ott meg van kő. A hordkő az mindig jól jön. Szerintem. Az is hordkő. A kérdés, hogy ebből amúgy mindent meg tudjuk csinálni, vagy csak egy részét a Merlin próbáknak, mert nem is feltétlen varázslatunk nincs hozzá, vagy nem tudjuk mit akarjunk. Hanem hogy mondjuk nem lesz hozzá májvánk. Mert azt nem láttam, hogy mennyik van. Hát ez itt aktiválja magát, és akkor az adott. Nem ez kell. Nem is ez. Oké. Okay. Azt nem tudom, hogy sikerült aktiválni. Ja, googolás és RT és B. Ez kell neki. A másik ott van fent, ahova érve nem érünk fel, és az leég, akkor vége, mert beesik a vízbe. Akkor fel is jön, oké. Okay. Hát akkor váltsunk vissza a billentyűegérre. Az ott kettő eddig. Ugyebár egy-kettő. És a harmadik meg ott. Hát ahhoz nagyon kell akkor tepernünk, hogy jó legyen. A harmadik elég hülye helyen van. Sőt, nagyon hülye helyen van, mert szerintem normálisan följönni nem tudok. De van itt cserébe egy ládika. Még egy erőnyerő főzettel. Tehát nagyon kell sietni. Kettő, és a harmadikat tippem nincs, hogy fogjuk elérni. Gyerünk. Három. És ezt konkrétan nem csinált most semmi. Túl közelről támadtam? Túl közelről támadtam. Meg nem érünk el oda. Jó, akkor ez lehet, hogy erősebb mágián kéne, hogy legyen, hogy nagyobb hatótávunk legyen. Na és akkor te itt, belső Roxford vagy. Oda még elgyorsulunk, utána visszamegyünk a Dórára. Jó, hát ezt a próbát mondhatni, elbuktuk. De nem baj. Ilyenre is szükségünk van. Hogy viszik a kis könyveket, meg a... Nagyon hiányzik neki. A hölgy csak is sétál. A táj gyönyörű, lehet benne gyönyörködni, vízesés. Szerintem itt tök jól el lehet csillezni. Ezt ott kinyitjuk. Ezeket megijesztjük. Revellion tolunk egyet, hogy lássuk a környezetet, de nem pittyen semmi, ezáltal nincs semmi. Tökéletes pálcakedelésünkkel ezeket itt megoldjuk. Ezeket begyűjtjük. Oké. Okay. Van megint csak egy láda, ami bent van a házba. Hát van bent a házba, ahova be tudunk menni. Oké. Okay. Azt nekünk hagyták itt, 22 galleont, illetve egy asztrális világos szürke gyűjteményt. Hát azt a kínzó dolgot adokkal a kis karókkal ott. Azt. Nem biztos, hogy használnám.
egészséges lenne használni. Oké. Nem árt körbenérni egyébként, mert van itt minden, mint a búcsúban. Adakozunk egy tízest. Oké. Hát te mit szeretnél? A lojalisták fenyegetőek. Claire Belmut. Nem vagytok olyan agresszívek, mint mi. Így nem. Kámi házéttel össze-vissza őket. Ruthless. My brother Baldolf dared to stand up to them and ended up in the Lazusták azt bátyját, hát nem volt valami erős. Hát akkor miért nem mentek el? Kategória. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolf and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea. Kérte tanácsot, hát gratulálok hozzá. Jó, hogy arra nem mondunk semmit. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. És hol is? Where precisely? To the south, across the Dél a folyón túl. I heard there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Lezúzzuk őket. És akkor mi lett a bátyáddal? How did your brother Baldolf end up in St. Mungo's? Baldolf had spent the entire day handpicking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, termést akartak, lol. In their anger, they hurled him against a rock and rocked. Sziklának lökték, hát jó, hogy hagyja magát. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. Okay. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Lezúzhatjuk őket. Legyünk óvatosak. Oké. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Oké. Kobortáborokat meg kell tisztítanunk. Cserébe az ajtajuk zárva van. Na mindegy. Adományt már adtunk, és itt lesz is egy hopport. Oké, az is ott vagánykodik. Nem kell mentenünk akkor valakit. Te Dorothy Sporta vagy, mesélj. Excuse me, did you say something about Bardolf Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolf. Okay. Really, he's gone missing. Elég öregnek tűnik amúgy. He was seen in the forest practicing dark magic. Okay. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders. Okay. Magyar simán fekete mágiát gyakorolt. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock. Oké, de nem csak Ranrock, a másik lojalista pak is pa. Hova ment a Rookwood? Why would Bardolf want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. Mit tanult, hogy I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Ellenállni, persze. Én is azt mondanám. Simply run off? No. Bardolf's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. Kicsit lassan töltött be a grafika a váltásból. That he's been held captive, or worse. Hát akkor megnézzük, hogy mi lehet vele. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolf was last seen in the forest wearing a particular jumper. És Claire kötötte neki. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Okay.
Claire, hát hiába jövünk, szerintem vissza nem fog más mondani. Madame Beaumont, might I speak with you? Yes, what about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, jó, hogy abba viszi tovább. Dorothy. She'd go looking for Bardolph herself if she could. Úgy tűnik aggódik. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Bardolph's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. Mi ürülti a szervezetében? Mi van? He didn't come home. Is there anything your brother took? Vitte magával valamit. Only his satchel. Táska, napja, pulóver. And a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. Good bottle for the cat. No. He'd never leave me here alone. Ágyal Rick a Rockwood, de lehet, hogy csőbe csarták. That worries me almost more than his attempts at mastering dark magic. Rockwood is as dangerous as Ranrock, in my opinion. Nem jársz tőle messze. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. Okay. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. Mindenképp. Mit árulsz amúgy? Most már tudunk vele üzletelni. Ó, vasos adom fel! És árul csípőkarmot, holtak bűzét, ami infernuszokból, ez ugyebár ez a holttestekből, mondhatni zombikból, de annál rosszabbak, és korszörme. El tudom neki ugyanazt adni, amit nem adunk el. Jó, hát akkor nézzük meg, hogy mi a küldünk. Bardolph váltak sötét varázslatokat gyakorlatilag tiltott rengeteg közében. Ott kellene kezdenem a keresést. Oké. És ez mennyire van tőlem? 324-re, oké. Ja, mert ezeket a küldéket már a repülőóra után egyszerűbb lenne megcsinálni, mert akkor repülünk, de most egyelőre a futkározás is megteszi. Addig is próbálom szokni a kontrolleres irányítást. Jó. Itt a sziklák mennyire fájnak? Ő nagyon fájnak. LBRB. Ja, az a Dark Magic, a, mármint ősi mágiainkkel. És tudtam, hogy lepottyanunk, és meg is halunk tőle. Nagyon nice. Okos volt a karakterünk, hogy amúgy a leugrik magától. A támadástól, azaz nem áll meg a élén a sziklának, de nem baj, hát ezt így is lehet, le kell pottyanni. Oké. Okay. A futási van megint. Best be on my guard. Na, hát elviekben a másikkal meg vagyunk már. Oké, okay. Akkor itt mentett a játék. This could prove dangerous if I'm not careful. Veszélyes lehet, ha nem vigyázunk, mert konkrétan leestünk a francba. Az a szikla tetejéről ne támadj, mert lepotyogsz és megmakkansz. Közben itt van valami. Ami. Lehet, hogy ott fönt van. Sőt, biztos, mert a nyílés a térképen mutatja. Hogy az fent van. Hangulatosan van megcsinálva, hogy ez a gát itt tereszt, és a folyóba megy lefele. Szerintem egész jó pofa. Itt volt lent előbb a két farkas, ami miatt lepottyantam. Mert a támadás úgy döntött, hogy lepottyant. Azok kapták, haltak, az is. Portkövek gyűlnek. Itt balra egy darab enemit jelent, de az lehet, hogy nem csak egy. Oké. Oké, nem ez. Az, ott az enemik vannak.
És igen, nyomva tartva jön be ez. De csak parancsokat teljesítesz, persze. És akkor mivel váltunk? Már itt a másik fajta támadási mód lenne a kérdés. Varázskészlet a nyilak alatt. Nyomva kell tartani, és a nyilak. Nyomva tart, és nyilakkal váltunk. Így elrejtjük magunkat. Támadjuk, szét támadjuk. De nem látsz kategória. Kapott halsz. Nem enged váltani, mert hogy használva van ez a varázslat. Pusztuljál! Te is! Kaptátok hartatok. Oké, nekem így is jó. Amúgy van protégunk, és akkor... Jaj, föl! Oké, a föl meg a jobbrára van most rakva cucc. Ezért nem tudtam váltani. Nem baj, mint mondtam, szokni kell a kontrolleres irányítást, mert miért is ne. Mert hogy téged, ha megkattingatunk, van értelme, vagy csak úgy léteztek. Oké. Ott vannak ilyen repkedő luftballonok a háttérbe. Ott. Ugyanis azokat majd repülővel kell piszkálnunk. És innentől kezd egyébként a játék a nyílt világú részekkel előrébb haladni. Átváltunk, leváltunk, fölváltunk, y-odunk, támadunk. És nem hat rá ez, vagy nem hat rá ez. Hát és ez, az se. Fajörbot sáskák. És még kitart a részünk, mert elég messze vagyunk tőle. Ennyire nem sebződik. Gyere ide. Aha, meg kell egy kicsit piszkálni, akkor hat. Fordítsunk hátára egy bocsáskát. Nem nyert kis hangszórót, nem baj. Jó, akkor ugorjál elfele. Oké. Pusztuljál hadba. Oké. Nem baj. A repkedj arra, mert... úgy működnek a dolgok, ahogy akarom. Jó, akkor pusztuljál meg, nekem így is jó. Haltak, mert a kontrollerre majdnem elbuktunk. Nem baj, majd lehet szabad időmbe gyakorlok, mikor próbálgatom. Rocksmart abba az irányba, azt mondja. Csak hogy nicce legyen. Az itt egy. Micsoda is? Szerintem téged akkor oda le kell juttatni. Tippem alapján. Itt kapja hal. Erre azt mondom, hogy... nyíljál kifele. Akkor még egyszer. Nem. Akkor ez a pont csak, ahova ezt be kell juttatni. Őnál amit tudunk venni, mutasd magad. Ja, nálad már voltunk. Van most még nálad főzet? Nincs. Ha tovább nem beszélgetünk velem. Szerintem is egy élmény volt.
Revelionra csak a kövecske van meg. És ott az aktiváló, ami kell hozzá. Általában a hármasával vannak. Viszont ez itt most egy. És akkor gondolom ez kell hozzá. Oda leküldeni. Az. Te onnan. Gyere ide. Oké. Okay. Ideig elérve jön a varellatot. Gyere csak ide. Nyomva kell tartani, különben abba hagyja a varellatot, és akkor... buktuk. Ide gyere. Erre. Hogy... egy. Azt nem mondta, hogy belőle tényleg négy kell. Jó, hát akkor kutassunk gyorst ott eljárásba. Nem látunk bele semmit, akkor lehet a Revelionnak is ezért kell nagyobb hatótáv. A környéken nem nagyon látok ilyet. Mondom ezt úgy, hogy majd mindjárt az orrom előtt lesz. Jó calé jöhet. Mi van? Jó, hogy sikerült? Szép. Szóval el kellett csak onnan jönni, hogy elengedjük azt a cuccot, mert akkor adat legurult, és ad volt a feladat. Csak a Leviosa bűvány még rajta volt. Jó, téged bum. Na, ez. Itt is vetette a minden. Mi van még itt? Zsákban. Egy rajtos kékedződ óraműves sál. És más nincs. Oké, errefele van egy enemy. Gyapott füves bocsáska. Frissült a részünk, elbújunk. Superflyt is kapsz, ha le vagy te győzhető, nem bajod. Téged ad ide. Téged is ad ide. Az úgy mellé ment Pistike, ne ragadjunk be a grafikába, köszi. Kapott halsz. Kivédéssel halt. És közben növeltünk a... ősi mágia cuccunkon is, szóval ha észre támadunk, akkor lehet. Most az a támadunk a billentyűegérrel, közben a kontrollerrel mászkálunk, ez így egész itt barátinak tűnik. Itt marad még egy pióca. Oké. Nem tudom, hogy a gömböt itt látni fogjuk-e még. Látjuk, igen, ott van lent. Szépen indexel is. És akkor mi ide jövünk, ami már gyanús, mert enemiket jelez. Így elbújunk. Igen, úgy látom, az fent van itt bent. Asztallag is van. Csodásan nézel ki. Először tűnő varallatot kell rászabadítani Inferusra, hogy sebezhetővé váljon a többi varallatra. Menj egy gyűjtemények mellé, hogy többet utasd az ellenség gyengeségéről. Köszi! Nem mondod, hogy nem hatott rád. Ez se hatott. Ezt is hiába csapjuk hozzá. Kösz szépen! De pusztulj, megmondom, tűz. Oké. Okay. Legszerint akkor az... azzal kell játszanunk, amik van. Oké, okay, elég gyorsan lehet titeket. F. Gyorsan kapta hard.
Biztos van még itt valaki. Van hát. Ajándék. Égjél-e? Oké. És kapja hal. Ja, hát szerencsére annyira nem egy masszív boszok. Jó, hát nem lehetett ki. Abfor Bermut hullája, ne szórakozz velem, hogy te is itt. Oké. Azt hitted mi? Hülye vagy. Pusztuljál meg fele. Adjál ilyet. Ezt is. Aptat hartál. Fordag bűze. Az gyorsan kitörlődött a grafikából. Viszont akkor az öreget már nem fogjuk megtalálni, ahogy látom. Oké. Hoppa, egy levél. Már ez sose jelent jót. Bár tudjuk, mi lesz benne szerintem. Akkor nézzük meg. Napló B1 és 2. Egy visszataszító dolog tanulja lettem az imént. Egy inferuszt hoztak létre. Megbűvöltek egy holttestet, amely lélek nélkül megcsonkítva tért vissza az életbe. Igyekeztem elrejteni az elbordozásomat, de azt hiszem sajnos átláttak rajtam. Meg kell győznöm őket, hogy nem vagyok kém, hogy azért vagyok itt, hogy mert aláásnám a munkájukat. Ha nem tudom átverni őket, attól tartok, hogy lehetek a következő. Bardafor. Hát, te lettél a következő. And something about it being Bardolf's turn. Eléggé csodálkozó fejet vágunk. Revelio. Oké. Kérdés, hogy a naplóbejegyzés egyed van-e valahol? Te itt mi vagy? Megittunk valamit, amiről fingunk sincs, hogy micsoda, szóval ez így korrekt. Hortak bűnét fölvettük. Errefele is volt valami. Mink van zá itt. 5 galleon kérem szépen. Ha itt is van valami. Napló B1-es 1/2. Gyűlölöm, hogy félek, de nincs visszaút. Úgy tűnik, eddig 2 átkot sikerült elsajátítanom, de meg kell fogadnom, hogy se teljesítem a parancsikat, ha többet akarok tudni. Nem hagyhatom, hogy lássák a félelmemet, már most is suttognak a hátam mögött. Megmondták, hogy ne bízzak a sötét varellókba, de nem hagyhatom abba, míg nincs elég tudásom, hogy megvédjem Clarit, magamat és egész felső Roxfieldet. Baldorf. Baldolp. Termélkül. An entry from Bardolf's journal. He overheard whispers a plan, something to do with him. Erre van, mi róla szólt. Hát... most erre mit mondja? Terv nem feltétlen róla szólt, hanem... haláláról. Hogy akkor ő ott megmakkam. És itt van valami, amit nem tudtuk fölvenni. Ja, lent van, jó. Akkor benézünk a barlangba is. Viszont adott, kérlek szépen lent egy. Bocsáska. Elbújjunk. Gyapott füves bocsáska. Rossz, jó. Kapott hasz. Kapott hasz. Aki a P-vel gurulom. Meg kell tanulnunk az irányítást. Elvedett, meg húz vissza. Ellépistike, jól lehetünk-e, hol vagy? Tudj magad. Vagy. Vagy én vagy megrajzolva. Mellé. Na, stupid flight is kapsz. Akkor kicsit bekábulsz és előbb halsz. Jól van, bocsáskat legyőzve. És lassan rájövünk a dolgokra is. Úgyhogy hogy kell irányítani a karakterünket kontrollerrel.
akkor ezt itt gyorsan megnézve láthatjuk, hogy van egy köppenyő, ami szintén nincsen meg, hogy mi az, úgyhogy a szükségszobájába kell vinni. De a szükségszobája még nincs meg. Szóval... van egy sálunk ugyebár, ami gyengébb, mint a miénk. Akkor küldetések terén ezt el kell vinni neki, akkor ez van, arra átváltunk, kobornak szerintem pillanatja, hogy erre fog tenni. Jó, te megvagy, két élő védelmet kaptunk, recept, az még nincs meg, ez sincs meg folyamatban, oké, okay. Mi van még meg, ami a lejjebb is van még, oké. Okay. Hírhettelenség. Hosszú álló farkas maszk jár majd érte. Kicsit vicseres, viszont melyik? Hát meg lett a pókvadás isak. Ez még nincs meg. Ez sincs meg, ez megvan. Tiszti egyenruha. Átmehetünk Petőfibe. Eszköztárból van egy pulóver darabka. Bizonyíték, nem ígéret, a bejegyzés, illetve a hordtak bűzát. Most kérdés, hogy ha előre lezúzzuk ezeket a nyomikat, akkor 100-600-ra megyünk, nézzük, van-e közelebb map nekünk. Ott vagyunk, és ide kell mennünk. Meg ide. Közelébe... van itt egy pontunk, ahova tudunk utazni. És akkor már nem kell olyan sokat sétálnunk. Megpróbáljuk lezúzni itt a koboldokat. Hát két tábort kell lezúzni. Hát már is csak 160-ra van, ami kell nekünk. Pica, ez most Garfield színű. Csipok, hogy kell neki az öreg banyának segíteni. Erről is felejtettem, mit akart egyébként. A láthatatlanná téve főzletet. Mert azt hitte, hogy az ordó ellen az neki hatni fog. Rosszul hiszi. De hiába ma is tudtuk föl, nem nagyon hatotta meg. These rocks have seen better days. Elbújunk. Idősi mágyanyom, hát de itt voltunk. Ezeket már lezúztuk, jó, hát most úgy visszahozta őket. Sőt, ezek csatában voltak konkrétan. Ilyen. Te is. Jégjél. Azt kivértük. De kapod, akkor lebegjél. Jó, sokan vagytok amúgy. Igen, akkor lehet, hogy hosszan kell nyomhatatni. Ezt vért ki Istike. De ezek szerintem úgy lehet stunolni a támadásokat, hogyha olyankor hajtunk végre távdobást, amikor ők kapják, hallják. Na, pusztulj meg! Megtanultad, hogy kell meghalni, ezeket add ide. Ilyen kapjuk érte ez erre, meg is vannak a kombó 100. Pusztulj! Te is pusztulj!
csat. Kapják halnak. Szerte kaptuk. Erre. Lelették kerülve. Kapod oda vissza, csat, az. Nekem így is jó. Egy kevés hülyét megöltünk. Ami éket hozhat. Over nice. How nice of you to stop by. Lebújjunk. Helyé fölfele. A szemben nem tudtatok menekülni. Add ide. Akkor halsz, a levegőben gyorsabban pusztulsz. Halljál meg most! Égjetek el! Égtek előbb haltok! Mert mellé ment, gagyin vagy megragadva. Pusztulj el! Te is halsz! Igen, kivédjük! Pont arra visszatámadás, mindent játszik, rossz gombot mondtam. Egyre többen vagytok. Betaláltad, de nem baj. Kaptok, égtek, nekem így is jó. Hátulról azt hittem támadhatod, de nem. Pusztultok, azt így jártok. Szépen szétatakoljuk hatalmas támadással őket. Nem egy vaszit-vasz őket kinyírni. Ennyi. Van még. A szinte jöhet és támadhat, tehát rosszul lőtte. Ajándék hozzávágva. Éppen leértetünk egy csomót. Ó, van még itt egy püstike. Esünk túl rajta, mi? A lebegjé. A lebegjé, ajándék Y-gól, ő is megfelel. Mennyi van még jegyében? Sikeresen betaláltná. Rosszkor védekeztünk. Ez 23. Megvannak a párbaj bravúrok. 3 is. Oké. Okay. Amit lehet begyűjtünk. Már nagyon nincs mit, ahogy látom. Csak hogy menjünk vissza a csajhoz. Megmondjuk neki, hogy a tesója nincs már, viszont nem kell annyira elmenekülnie messzire. Mert lezúztuk a két tábort. Csak hogy jó legyen. Mert szeretem, amikor egy játékkultúrátan van megoldva az irányítás technikában, és ez alatt ezt a játékot is értem, ugyanis gond nélkül egy mikroszekundum alatt vált a kontroller és a bíjtet között. Úgyhogy az szerintem mindenképp jó, nincs az, hogy beakad, megakad vagy bármi. Így gyakorolhatjuk az irányítást is meg. Harcolhatunk is, amikor kell. Ugyebár hidegvérrel odafigyelve a harc sem volt egy bonyolult, mert védekezel, támadsz, levegőbe rántod, a kombók lehagyása nagyobb baj szokott lenni, mint a támadások kivédése. Ugyebár arra csak oda kell figyelni, azt ennyi. Hát akkor ő most mehet sírni, reméljük nem hagyja el a helyet. Bíznunk kell benne, bátyám, mert a bátyádat megmakkantottuk szét, robbantottuk. Tessék.
Jó ért hozok. Meg lett. Tisztítva a tábor. Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Kinyírtunk mindenkit, körülbelül úgy. De hát ezen nem kell csodálkozni. Agresszív a karakterünk. Nehéz volt. It was harrowing and they dug in their heels, but I managed. When my brother returns, okay. This news will mean the world to him. Hát, you said Hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other Hamlets, truly. Okay. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. Okay. És nem hagy elmondani a hírt, az azt gondolom, újra beszélünk le vele. Thank you. Sincerely. I do hope my brother is all right. Viccel. Meg lett, oké. Elég küldi megvan. És hát akkor elmondjuk neki, hogy maradjunk. Madame Beaumont, I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's biztonságban van a túlvilágon. Hát, törjük össze a szívét. I regret to say that Bardolph had been turned into an Inferius. And I had to kill him. What? Megöltünk. But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolph? That's absurd. He was wearing a woolen jumper, hand knitted. Ennyi összetörtük, teljesen gondoszak vagyunk. Mi volt az az ötvény, ami beleszállt? I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolph! Ez is meglett. Nyílhegyes feketét kaptunk, mint markolat. El is van, szintet is léptünk, plusz 55 életerő, kérlek szépen. Igen, más... Nem nagyon. Mice. Oké, túl is értelme támadást. És akkor vissza teleportálunk Roxfordba. Oké. Őnek itt el tudjuk mondani, hogy megmakkantottuk Infernusként a bátyját a csajnak, nem? Ő már nincs itt. Na, nem baj, kiraboljuk. 53-at benyúlunk tőle. És akkor itt is van egy kis zsák, fejre való azonosítatlan tárgy, egyre több azonosításra váró tucat találunk, ami szerintem jó pofa, és ott is van valami. Ezt begyűjtjük, és ezt lereveliódjuk. A tökpesgő. A tökpesgő egy divatos sütőtök ízű szénsavas ital, nálunk még nem vált olyan népszerűvé, mint a vajsör, de sose lehet tudni. Oké. Okay. Az is egy ilyen kis kocsmaszerűség, vajsör meg társai felirattal. Ide be tudunk jönni. Ahol van is egy láda a háttérben. Szét tudjuk mellette törni. Anélkül, hogy az felrobbanna? Szét. És ezt? Ezt is. Oké. Okay. Lett egy gyémánt mintás klasszikus iskai egyenruha. Az se rossz, az se rossz. A másik meggondolom, akkor feljebb van. Igen. Meghozzá ott tönt. Az épületen belül. Megvan. És akkor ide nem tudunk bemenni? Bármely nem tudunk bemenni. Nem érje, hogy zárva lenne. Hát a létre mázzing volt, hogy leesve nem haltunk meg. Revelio a barátunk. Akkor sajnos annak ott pusztulnia kell. Úgy látszik, nem nagyon hatotta meg a semmit. Erre, hogy fölmászunk.
Így följutottunk. Ezt átkutatjuk. Ezt tönkre vágjuk. És ezt kinyitjuk. Tiszta Kratoszok vagyunk. Arcra való adonosatlan tárgyunk lett. Így ezt a szakaszt megoldottuk. No, itt szerencsére érzek lejátok, hogy le akarunk mászni, mert olyan közel állunk hozzá, és akkor át is várt lemászásra. Itt is láttam valamit, pontosan. Illetve két valami, mert itt egy ilyen kis négyknút, vagy lehet, hogy galleom, meg egy fényes kártasá. Hát, hogy dizájnba jobban fog bejönni, mint az eddigiek. Az meg lent van. Kérdés, hogy oda hogy és miként jutunk. Itt elúszkálunk. De nem enged beúszni. Még jó pofa lenne. Kiúszunk. Bár is száradak vagyunk. A Roxforti ház elegáns köppenye. Lett a jutalmunk. Oké. Kicsit Assassin's Creed-ezünk. Annyira le nem tudunk nézni. Így is jó szerintem, hogy ezt ledúgattuk. Bár még nem tudom mi értelme volt, de... Minek menjünk azért le megnézni. Bár jelezett valamit. Akkor menjünk le, nézzük meg. Csak kérdés, hol megyünk le. Meg nútra valónk sem marad. Ott meg pecáznak, meg végben úszkálunk. Tudunk egyet. Szá-ússzá. Így erre eljövünk. Az oda nem jött egy pók. És nem hagyja magát fölmászni, de hagyja magát fölmászni. Kapott haz, nekem így is jó. Gyorsan haltál, és továbbra is gusztustalanul nézel ki. Jó. Ha továbbra is lefele próbálunk menni, de szerintem oda nem fogunk tudni lejutni. Oly egyszerűen. Nem baj. Oda kéne lejutnunk valahova. Arra fele. Egy ilyen zuhanásba simán belehal a karakterünk, de majd fogunk nézelődni. Hogyha... előrébb leszünk. És meg lesz a seprű. Szóval neki... pályitalóra kell. Azt haladunk lassan, ott nem voltunk. És... a hídnál se jártunk, és majd itt lesz a repülési szint, hát 6-os szint kell neki, fölött állunk egy pindurit. Diákként, ugyebár amíg Vig professzor visszaér. Most el kéne mennünk az órára. Mi ez kell, Roxfort. És... nem az... bájítal terem kell nekünk. Istár, déli szárny, titkos szobák. Lépcsőház, mellékérpület, déli szárny. Repülésóra. Asztronómia szárny. Big professzor, Übájtan, nekem Bájtal kéne.
Az meg szerintem az izénél van itt a ház környékén, könyvtár melléképületben. Bájta a tanterem. És akkor következőre szerintem bájítalunk lesz, és a repkedés. Csak hogy nicemice legyen. Így mentünk egyet. Nem léptünk még be a 10 órába ő szerinte. Én remélem tetszett. Bár ez most egy ilyen hosszabb sorozatok lesznek belőle, illetve majd még készülök másról is, nem csak ezzel a játékkal. Ugyebár ezzel a játékkal ugyanaz a nagy gond van, mint minden más nyílt világú játékkal, hogy beszippant, hagyja magát az ember, és akkor sok-sok órát beleöl anélkül, hogy haladna, mert kalandozik, mellékküldizik, felfedez, nézelődik, stb. Úgyhogy viszont úgy döntöttem most, hogy azért csak azért is ebbe belevágunk, ezt végig fogjuk vinni. Az alapsztorit egy 10 órán belül amúgy végig lehet vinni, ha végig pörgetnénk, de ez nem arról fog szólni ez a sorozat. Ugyebár ettől függetlenül Gas Station Simulatorba is folytatni fogjuk, mert az is jó pofa. Illetve még egyéb másokkal is készülök. Úgyhogy remélem tetszett, ha igen, akkor találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!